150 éve képzik a tanítókat államilag Magyarországon. A generációk azonban egyre gyorsabban változnak, amihez a módszereknek és technikáknak, és bizony a pedagógusoknak is folyamatosan alkalmazkodni kell. A ma tanítójáról, a leginnovatívabb metodikákról szólt a Tanítók Napja, a Kultúratudományi Pedagógus Képző és Vidékfejlesztési Karon. Hihetetlen kihívások érik ma a pedagógiát, és főképpen az alsófokú pedagógiát, a tanítóképzést. Olyan kihívások ezek, amelyekre csak az új tudományos eredmények ismeretében, új pedagógiai gyakorlatok elsajátításával lehet megfelelően reagálni. A program, amit Karunk a gyakorló iskolával egyetemben hirdetett, pont ehhez kínál segítséget. Olyan ötleteket, javaslatokat és saját kifejlesztésű módszereket hallgathattak meg a műhelyekben az érdeklődők, főként jelenlegi és jövőbeli pedagógusok, melyek erősítik a reformpedagógiák beágyazódását a gyakorlatba, és irányt mutatnak, hogyan érdemes ma tanítani. Például a játékosítás eszközével. A játékpedagógián alapuló foglalkozásokon könnyebben, élvezetesebben tanulhatnak a gyerekek. Játékos módszerek voltak például, amikor digitális történetet kellett csinálnunk, haikút kellett írni, verset írni, és volt, amikor bájitalt is kellett összeírni receptek, és hogy hogyan kell megvalósítani. A szakmai rendezvény konklúziója az volt, hogy a ma tanítója legyen nyitott ezekre az új megoldásokra, tudja ezeket alkalmazni, tudjon ráhangolódni az új kihívásokra és az informális, tehát iskolán kívüli tanulási technikákra.